Gracias, Todd. Ez lehet, hogy rögtön nyávogásokkal fog kezdődni, mert itt randalírozik természetesen. A matka. No. Akkor gyülekezzetek. Föltettem már nagy képernyőre, hogy lássam mindannyiótokat, akik bejönnek. Szokásos módon csináljuk, ahogy mindig az élő videóimat, hogy mondok egy-két olyan dolgot, amit én fontosnak tartok. Aztán akkor természetesen minden kérdéseteket várom, és legjobb tudásom szerint mindet meg is fogom válaszolni. És akkor gyülekezünk. Egy év alatt már megmutatok lesz a járkát. Oké. Na, kérem a szokásos jelzést, hogy hallotok, látok-e rendesen, mert azt szerint tudom akkor a hangomat emelni, vagy visszább látom itt a első jelzéseket, hogy ott kicsit halk, mondja a Zoli. Följebb ülök. Oké. Jó, kérem, hogy jelezzétek, hogy azt mondja, hogy oké. Halk vagyok, kicsit mondjátok többen. Halk. Hát jó, kicsit közelebb kéne. De most már itt talán jó lesz. Na. Így most milyen, mert akkor kicsit beszélek hangosabban, és akkor kiderül, hogy most jó-e. Még mindig halk, nagyon halk. Most jó. Jó, most jelzetek többen, most hirtelen jó lett, köszi. Hát igen. Ez az újat szerintem, ez most... Nem, az pont nem, mindig az pont, ott volt. Pont mindig ott volt? Igen. Jó. Tökéletes a hangerő, most jó. Na, akkor csapjunk a lovak közé. Kezdjük talán a tegnapi tüntetéssel, a Momentumnak a tüntetésével. Hát nyilván láttátok a neten a szokásos fidesznyi kamu médiának a híradásait, hogy néhány száz fő, kudarcba fulladt tüntetés. Hát nem néhány száz fő volt, ott voltunk Kossuth térjek körülbelül egy 30-an. Hát mikor mi odaértünk, már akkor volt körülbelül 500 fő, és hát ez fölment azért bőven 1000 fölé. Na most egy ilyen hirtelen összerántott tüntetésnél az azért egy elég szép szám, pláne, hogy nem egy általános rezsim ellenes, bár nyilván minden tüntetés már rezsim ellenes, ami egy Orbánék által meghozott rettenet elleni felhorgadás, de egy egyetemért ennyien ilyen hirtelen kimennek, és ráadásul ennyi fiatal. És ez különösen nagyon fontos, vissza is térek rá majd a későbbiekben. Szóval jó kis ütös tüntetés volt ez, ennek is megvan a maga értelme hosszabb távon. Azt nem gondolom továbbra sem, hogy egy-egy tüntetéstől bármi változik az országban, és azt sem gondolom, hogy egy-egy téma önmagában elégséges ahhoz, hogy abban meghátrálásra lehessen kényszeríteni a rezsimet. Ezt egyébként hiányoltam is tegnap a tüntetésen. Pozitív kritikát fogok ezzel kapcsolatban mondani, mert egyébként abszolút rendben van a tüntetés, és hát láttam, hogy sokkal lájkoltátok is, hogy már azonnal, ahogy hazaértem, be is jelentkeztem a következőre. Tehát november 16-án lesz a újra a Momentum szervezésében, a CEU ügyében, a Szabadságtéren. Arra is azonnal bejelentkeztem, tehát nem arról szól a történet, hogy szerintem ez értelmetlen lenne, ennek is van értelme. Arra kérek mindenkit, nem csak a Kossuth térieket, hogy a legközelebbire is minél nagyobb számba menjenek ki, és akkor ezek után mondom a kritikát. Az öt felszólaló közül a legjobb beszédet sajnos pont nem magyarul mondták el. A CEU-nak egy volt diákja angolul mondta el, és az volt a legjobb, a legidősebb, ugyanis az szólt arról,
hogy a CEU elengedése az tulajdonképpen Magyarország elengedését jelenti. A többi szónok inkább arról beszélt, amit én kicsit kevésnek tartottam, hogy az egyetem, a tudás fontossága, ami hát egy szakpolitikai téma, maximálisan egyetértek vele, tehát megint nem erről van szó. Igen, az oktatás az egy nemzetnek a jövőjét abszolút meghatározza, meghűíteni az informálatlan, műveletlen embereket lehet, művelt emberekkel elhitetni azt a rengeteg baromságot, amit az Orbánék próbálnak, nyilvánvalóan nem lehet. Tehát megint nem azzal van a gond, hogy azzal, amit elmondtak, ne értenék maximálisan egyet. A probléma azzal van, hogy csak erre koncentráltak. És egyedül az angol nyelvű, egyébként venezuelai srác mondta, hogy itt sokkal többről van szó, itt egész Magyarországon ment le a demokrácia szintje odáig, hogy ez már egy diktatúra, és magát a demokráciát kell helyreállítani. És ennek csak az egyik eseménye, ha úgy tetszik, a CEU-nak a megvédése. Szóval én ezt hiányoltam a tegnapi tüntetésből, hogy miért nem ez volt az általános tematika. És azt is megmondom, hogy miért pont onnan hiányoltam. Azért, mert az kiderült tegnap, és ez roppant örömteli volt, hogy a Momentum nyilván maga a téma is, tehát azért a felsőoktatás témája, de képesek voltak a fiatalokkal tömegesen megmozgatni. Mindenki nagyon szeretné őket megmozgatni, mostanában nekünk elkezd sikerülgetni. Tehát az utóbbi időben csatlakozott harcostársaink többsége fiatal. Nyilván azért, mert ugye az akcióink azok hát fiatalosak. Tehát a tevékenység, az a tettek, az ilyen blikfangos odaütések a hatalomnak, azok fiatalos dolgok, tehát ezért most mi is elkezdtünk ilyen irányban bővülni. De tömegesen nem. Tömegesen tegnap a Momentum tüntetésén voltak jelen a fiatalok, tehát azt gondolom, hogy elsősorban az ő számukra volna nagyon fontos, hogy akik őket a leginkább meg tudják szólítani. És ez azt hiszem, hogy a Momentum, és a másik pedig a Jobbik. Nekik kell elmagyarázni azt, hogy itt rendszerhiba van, márpedig egy rothadó fának hiába próbáljuk az egyes ágait életbe tartani, a fa ki fog dőlni, és minden ág el fog pusztulni. Tehát a probléma általánosabb, mint sem a CEU, a probléma arról szól, hogy egy diktatórikus hatalom minden létező őt kontrollálni képes intézménytől meg akar szabadulni, hogy kizárólag a saját önkénye szerint vezethesse azt, ami ebből az országból egyébként marad. Mert azzal, hogyha a szellemet és a kritikai gondolkodást kiírtják, a független sajtót megsemmisítik, mint ahogy nagy részét megsemmisítették, az ellenzéket megsemmisítik, mint ahogy nagy részét megsemmisítették, azzal ténylegesen a teljes önkényuralomhoz jutnak el, de ezzel egyébként az ország erejét rettenetesen lecsökkentik. Egy ostoba és félelemben élő országnál nagyon gyorsan bekövetkeznek azok a változások, amik előbb-utóbb akár az országnak a teljes széteséséhez vezethetnek. Államcsőd, stb., de azok már csak a technikai része ennek a történetnek. Szóval én azt szeretném kérni a Momentumtól, hogy szélesítse a perspektíváját. A ráhallgató fiataloknak erősebben hívja fel a figyelmét arra, hogy itt rendszerhibáról van szó, és hogy igazából a CEU-t hosszabb távon. Lehet, hogy most egy erős egy hónapos akciósorozattal meg lehet védeni a CEU-t, vagy az életét meghosszabbítani Magyarországon. Mondjuk ez a CEU is kell, tehát ha úgy érzi, hogy nincs eléggé megvédve, akkor ő azért megteheti, hogy átmegy Bécsbe, nyilván nem szeretné. De mert ez egy sikeres intézmény. Ellentétben Magyarországgal, ami Orbánéknak hála egy roppant sikertelen ország már a világ valódi demokráciái szemében, Az, hogy mondjuk a törökök vagy a ruszkik számára egy sikeres ország, hát azért, mert ugyanolyan diktatórikus rendszert épít föl, mint az övék, de hát azért ugye a civilizált és a jólétet és a szabadságot valóban garantálni képes nyugat számára, ez nem siker, hanem kudarc. És sajnos mindannyiunk kudarca, azt látni kell. Tehát azt szeretném kérni a Momentumtól, hogy szélesítse a perspektívát, és magyarázza el a fiataloknak, hogy időlegesen lehet csak megvédeni még akkor is a CEU-t.
hogyha most esetleg sikerülne a konkrét esetben, hosszabb távon egyetlen egy módja van a CEU megvédésének, ha magát az országot védjük meg, mégpedig attól a rezsimtől, attól a rablóbandától, attól az önkényuralomtól, amit ezek művelnek. Tehát nincs rövidebb út az erdőn át, a demokrácia intézményeinek, sajtótól az oktatásig egyetlen egy hosszú távú megvédési útja van, ennek a rezsimnek a nyomtalan eltakarítása és a helyének a sóval való behintése. Semmilyen más út nem lesz sikeres. No, tehát azt gondolom, hogy jó és értelmes volt a tegnapi tüntetés, és akkor hadd mondjak pár szót általában a tüntetésekről. Lesz november 6-án a szakszervezeteknek egy tüntetése, mi Kossuth tériek természetesen azon is részt veszünk. Lesz november 10-én a Jobbiknak egy tüntetése. Erre kitérek. Ismertek, 700 blogot írtam, aktivistaként is bőven tudjátok, hogy miket tettem, mit nem. Tőlem a korábbi Jobbiknak, mondom a korábbi Jobbiknak, az eszmerendszere és a tevékenysége rémesen távol állt. Kritizáltam is őket bőven elégszer, de azt gondolom, hogy amilyen irányba a vonal elkezdte vinni ez a néppártosodási vonal, ezt azért most már 2 év távlatából azt kell mondani, hogy létező eredményeket ért el. Én nem azt mondom, hogy a Jobbiknak minden szimpatizánsa az egy eurokonform emberré vált ezáltal, de hogy döntő tömegében igen, és hogy döntő tömegében a humanitást képviselik, arról személyesen is volt alkalmam meggyőződni. Mind a saját falamon, tehát mind a fizikai, tehát a terepen is jelenlevő Kossuth tériek között is, mind itt a falamon, a Facebookos profilomon rengeteg ember van, aki vagy volt Jobbik szimpatizáns, vagy most is a Jobbik szimpatizánsa, és részükről semmiféle rasszizmust, semmiféle homofóbiát, semmiféle antiszemitizmust nem tapasztaltam. Ennek az ellenkezőjét tapasztaltam, úgyhogy én viszont a saját szememnek hiszek elsősorban. És hogyha valamit ilyen nagyságrendben látok, úgyhogy vele szemben jóval kevesebb negatív dolgot, akkor én abból következtetek. Úgyhogy életemben először, már csak azért is, hogy ne vizet prédikáljak és bort igyak. Ha azt hirdetem, és a Kossuth térieknek is ez az álláspontja, és ez az általa hirdetett, ugye az egységbe, ez ezt jelenti. Szóval, ha azt hirdetjük, hogy mindenki szükséges, aki magát ellenzékinek tartja, és ténylegesen a rezsim bukására tör, és ráadásul ezért utcára is hajlandó menni, ellenállásba átmenni, akkor nem tehetjük meg, hogy ezek közül az egyiket nem támogatjuk. Ha vizet prédikálunk, akkor ígyunk vizet is, ez is egy alapelv, mind az én életemben, mind a Kossuth tériek erkölcsi világában, úgyhogy én a magam részéről ki fogok menni életemben először, november 10-én a Jobbiknak a tüntetésére. Tegnap ott a Momentum tüntetése után voltunk ott mondom egy 30-an, ott még időközben hozzánk jöttek mások is. Ott ezt én el is mondtam, az volt az erőteljes érzésem, a Kossuth tériekkel ezt megbeszélve, hogy inkább egyetértett mindenki ezzel a fejleménnyel, mint sem, hogy lett volna ezzel szemben komoly kritikája. Olyan a légkör, tehát a Kossuth tériek közben egy baráti társaság is volt már, amikor vitatkoztunk valamint, volt, hogy erős nézeteltéréseink is voltak, de semmiféle negatív következménye sem a csapat, sem az illető személy, sem számomra ennek nem lett. Ez ugyanis normális, és az ilyen dolgoknak a feloldási rendje is szerintem mostanra abszolút gördülékeny. Tehát senkinek nem kellett magát visszafognia azért, mert hogy mit szólok ahhoz, hogyha ő neki nem tetszik, nem azért mondták, nem azért nem volt ellenvélemény, mert ne lehetett volna, hanem azért, mert úgy tapasztaltam, hogy ebben egyetértés van. Tehát a Kossuth tériek ki fognak menni november 10-én a Jobbik tüntetésére. Ezt akkor itten én most tényként bejelentettem, és kérem az összes harcostársamat, hogy ebben is majd vegyen részt. Részletek majd nyilván később, előtte megint szokás szerint a Kossuthon fogunk találkozni, és aztán megyünk majd együtt.
Természetesen a november 16-i Momentum tüntetésen részt fogunk venni, ezt már szintén mondtam. És akkor magukról mondom általában a tüntetések fontosságáról. Egyszerűen most már néhány órás tüntetésnek is más a szerepe, mint volt akár egy éve vagy két éve. Ameddig ugyanis a hivatalos parlamenti politika a parlament falai között akarta tartani a politizálást, és mindent megtett azért, hogy az utcán fölhorgadó kedélyeket inkább lealtassa, visszahűtse, mint hogy rásegítsen, addig az ilyen egy-két órás tüntetéseknek ugyanez volt a célja. Nem véletlen, hogy a homonnai gulyásféle tüntetések azok a nép elvándoroltatásáról és a feszültségek lecsengetéséről. Ez a Világítsunk sokan sokat mobilfényekkel című műbalhé, mert akkor ez volt a hivatalos parlamenti politika. Tehát minden utcán létező dolognak pont annyi értelme volt csak, hogy ki lehessen pipálni, hogy mi azért szervezünk ám tüntetést is, mondjuk évente egyet-két óráig, kipipálva a néphűítés megvolt, aztán lehet menni vissza a parlamentbe. De ez alapvetően megváltozott. Gyurcsányék éjszakai akciója a parlament lépcsőjén remek volt. Persze, aktivista szemmel, hát miért nem megy oda a hajléktalanokhoz, miért? Azért, mert nem ugyanaz a feladata. Akik széles néptömegeket képesek elérni kommunikációs módszerekkel, és ha kell utcára vinni, azoknak más a feladata, mint az egyedi aktivistának, akinek meg az, hogy konkrét egyedi esetben megpróbáljon megvédeni egy konkrét embert. Annak az üzenet értéke, amit Gyurcsány csinált, komoly volt. Ugyanilyen komolyak a hatházi féle üzenetek. Ő is menni fog december 9-én a tévéhez megint. Természetesen ezt már jeleztem is a falán, hogy teljes csapatos túl Kossuth térjek szintén menni fogunk vele segíteni, és ha szükséges, akkor mi ugye nem a tipikus tüntetők vagyunk, hanem mindannyian aktivisták. Tehát a mi tarsolyunkban vannak olyan módszerek is, amikre, hogyha maga a szervező szükségét látja, akkor tud támaszkodni. És amit a Jobbik is elkezdett most a képviselői szinten is, a beszédeiben és a konkrét cselekedeteiben, az is ugyanabban az irányba megy. Már nagyon kevés olyan parlamenti erő van, amelyik még nem mondta ki, és szögezte le nyilvánosan, hogy ezt a rezsimet csak utcán tömeggel lehet legyőzni. Nincs más út. Tehát, mivel a parlamenti politika elfogadta, amit korábban mi civilek mondtunk és képviseltünk, innentől kezdve az egy-két órás tüntetéseknek új jelentősége van. Ugyanis megkezdik visszaszoktatni az embereket az utcára, belátván és meghirdetvén azt, hogy az utcáról fogjuk ezt a rezsimet eltakarítani. Innentől kezdve az egy-két órás tüntetéseknek is van már értelme. Ugyanis ezzel elkezd telni egy pohár, minden egyes csepp hozzászoktatja egyre jobban az embereket, hogy gyerünk akkor az utcára, és mikor elég csepp lesz, akkor elegen is leszünk az utcán. Én ezt tényleg tavaszra, ugye, mikor bontottunk október 7-én, látva, hogy nem tudjuk azt a célt elérni a Kossuth téren, hogy tényleg ott olyan tömeg legyen, amivel képesek vagyunk a rezsimet magunk eltakarítani, már pedig fölösleges dolgokat nem csinálunk, pláne ha a kockázata egyre növekedett. Akkor mondtam ezt, hogy szerintem tavaszra meg lesz a kritikus tömeg. Én azt látom, hogy a parlamenti pártoknak az erőteljes 180 fokos politikai irány módosításával ez ténylegesen így lesz. Tehát ténylegesen meg is fog történni. Azt hiszem, hogy áprilisban képesek leszünk ezt a rezsimet eltakarítani, már bocsánat, de a picsába. Tehát nekem még mindenem tele van velük, szerintem a döntő többségeteknek is tele van. Tegnap volt, aki rám szólt, mert a tegnapi posztomban egy patkányhoz hasonlítottam az Orbán Viktort, mert az. Azért szólt, mert dicsérted. Nem. Tényleg, hogy hát ne használjak ilyen szavakat, de használok, sajnálom, tudom, hogy csúnya dolog az antropomorfizálással szembeni történet, hogy ő Orbán is ember, hát mutasson valami olyasmit, ami arra utal, hogy ember.
Én orvosként, biokémikusként leginkább egy x kilós biomasszának látom, akiben semmiféle olyan tulajdonságot nem látok, ami mondjuk a homo sapiensre jellemző. De az égvilágon semmit. És egyébként az értelmes és kedves patkányokkal sincs semmi bajom, de hát a köznyelben mégiscsak a patkány az egy negatív szimbólum, és szerintem tökéletesen illik Orbán Viktorra, úgyhogy sajnos azt kell mondjam, hogy mivel én Orbán Viktort egy patkánynak tartom, ezért azt is fogom mondani, amikor éppen olyanom van, hogy Orbán Viktor egy patkány. No, akkor haladjunk egyel tovább. Lesz majd egy magánéletem, amit ma tettem ki. Nem, akkor átérünk arra, ha most az van az eszembe, akkor az van. Ugye egy évig én önkéntes számüzetésben voltam, ennek a legfőbb oka az kettő volt. Az egyik, hogy azért elfáradtam. Tehát 3 éven keresztül olyan dolgokat csinálni, és várni, hogy az emberek fölismerjék a saját érdekeiket, az piszok fárasztó, és elsősorban lelkileg. Egyszerűen Tényleg ott elég volt, azt éreztem, hogy ez a nép abszolút nem ébreszthető fel. Tehát inkább elkezdtem tervezni már a saját utamat, a saját utunkat a párommal tovább, nem Magyarországon, és ennek részeként hát elgondolkodtam, hogy mégis mit kéne csinálnom. És hát egyszer csak kijött, elkezdtem egy regényt írni, puff, rájöttem, hogy ez nem csak, hogy azért úgy megyeget, tehát írni már írtam annyit, mint a nyűjt, tehát azért 700 blog az nem a semmiből keletkezett, meg korábban is írogattam én azért már, de szerettem, egyszerűen megszerettem a regényírást. Tehát jobban szerettem regényt írni, mint mondjuk blogot, valahogy alakítani egy történetet. Ráadásul még arra is rájöttem, hogy olyan dolgokat tudok benne elmondani, amiket a normál esszéimben, tanulmányaimban meg nem tudok elmondani. Ráadásul az emberek jobban szeretik, hogyha egy történetbe ágyazva mondanak el nekik alapigazságokat, úgyhogy még a hasznát is láttam, arra gondoltam, hogy regényben fogom alapvetően azokat az emberi tulajdonságokat megmutatni, amiket én pozitívnak tartok, és azokat, amiket negatívnak tartok. Úgyhogy szépen írtam a regényemet, és be is fejeztem, és... Hát nem is tudom mennyi, egy 30 tesztolvasón ment már át, és együttes visszajelzés az volt, hogy hajrá, ezt ki kell adni, mert remekül sikerült. Na, oké, bele is kezdtem szépen a regény kiadásába, lejárt az egyéves önkéntes szilenciumom, április-májusban végignéztem, ahogy beigazolódnak a korábbi politikai jóslataim, hogy ezt a rezsimet választáson nem lehet legyőzni, végignéztem, ahogy elsétáltatják a 100 000-es tömeget, és akkor szépen egy nagy kiadóval kapcsolatba kerültem, akikkel némi alkudozás után meg is állapodtunk, egy dologban nem, ők nagyon magas, általam nagyon magasnak tartott árat akartak kérni az olvasóktól, 6300 forintot, én meg mondtam, hogy nem azt akarom, hogy pár ezren olvassák, én azt akarom, hogy sok 10 000-en olvassák el, nem azért írtam, hogy fiókban maradjon, úgyhogy nem vagyok hajlandó aláírni, úgyhogy maradtam annál, hogy magánkiadás, el is indítottam, ám de... Elindult bennem a forradalmár vezérhangja. Na most, ha bennem elindul a forradalmár vezérhangja, akkor minden más másodlagossá válik. Tehát ott abban a fázisban fel is függesztettem a regénynek a kiadását, ehelyett vad mozgósításba kezdtem a Facebookon, beadtam a rendőrségre a Kossuth téri állandó tüntetésről szóló bejelentést, és onnantól kezdve tulajdonképpen az elmúlt 4 hónap, az ténylegesen semmi másról nem szólt. Na jó, meg persze, hát amennyit tudunk a párommal, Adrival együtt lenni, de hát vele is legtöbbet inkább a Kossuth téren tudtunk együtt lenni. Meg hát a matka, persze. De hát a matka családtag lett, tehát valami magánélet azért csak volt, de mégis a gondolkodásomat, az érzéseimet abszolút a Kossuth téri dolog kötötte le. Viszont most egy kicsit már az a forradalmi dolgom átállt egy ilyen nyugisabbra, tehát most sok tevékenység következik, de nincs kin állandóan sátrunk a Kossuth téren, ami azt jelenti, hogy nem kell úgy aludnom, hogy vigyázállásban felöltözve, hogyha valami van, akkor rögtön, akár délután, akár éjszaka azonnal rohanjak, hogy beavatkozzak. Úgyhogy most akkor rászántam az időt, és akkor elkezdem most akkor a regényemnek a promócióját, már csak azért is, mert hát nyilván az embernek kell egy stabil anyagi háttér,
a mozgalmárság az inkább viszi az ember egzisztenciáját, mint sem hozza. Hadd mutassam ezt meg nektek, azt mondja, hogy, mert hát nyilván itt az olvasók részére minél szélesebb körben jut el, annál többen tudjátok megismerni magát a regényt, és nyilván akinek tetszik, nem azt várom, hogy most azért, mert szeretjük a Tuareget, ezért megveszük a regényét, mert jó fej. Nem, én kifejezetten azt gondolom, hogy egy klassz regényt sikerült írnom, bele is kezdtem közben egyébként egy másikba még, amielőtt Kossuth tér jött, de hát nyilván azt akkor abszolút felfüggesztettem, úgyhogy megmutatom inkább nektek, hogy ez a regényem, ezt hova raktam föl, hogy el tudjátok olvasni bizonyos részeit, itt látjátok nálam az élő videófalat, és lejjebb a falamon, itt találjátok azt a posztot, már jó sokan meg is osztották, hogy magánélet címmel van. Na most a magánélet címűnek ugye a szövege itt van, és alatta itt van a blogomból. A blogomba föltettem az első 50 oldalát. Ha ide, aki kevésbé jártas ebben ide ráklikkeltek, akkor bevisz a blogomba, ez a blogom ugye, és akkor itt a játékos első rész, ez itt konkrétan 50 oldal. Azt kérem, hogy olvassátok el, és amennyiben tetszik, jó, tehát így juttok el hozzá. Itt akkor megmutattam a falamon, visszamegyünk most már a falamon az élő videóhoz, itt vagyok. Tehát akinek tetszik, az azt kérem, hogy írjon rám priviben, vagy jelezze itt magában a posztban, hogy ő szeretne ebből egy példányt majd kapni. Ugyanis az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ki tudjam nyomtatni, itt magánkiadásról van szó, össze kell gyűjtenem 800.000 forintot, hogy 1000 példányt, az első 1000 példányt, nyilván utána már könnyebb a dolog, ki tudjam nyomtatni. Tehát 4000 forint, nem 6300, mint amennyit a kiadó akart, 4000 forintért árulom a könyvet, úgyhogy még fizikailag nincs meg, de azért azt gondolom rögtön az első napos reakciók alapján, hogy ez viszonylag gyorsan meg lesz, és a 200 embertől adományként kérek 4000 forintot arra a számlára, amit privátban elküldök, és mihelyt kinyomtatásra kerülők, az első 200, akik természetesen a frissen kinyomtatott könyvből tiszteletpéldányt kapnak az én kezemből dedikálva. No, úgyhogy ennyit a regényemről, és akkor térjünk vissza a közügyekhez, de hát ennyi idő után azt gondolom, hogy ennyi magánügyel már végül is foglalkozhattam. Azt mondja, hogy kiteszem magamnak újra izére, nagy falra a képet, hogy lássalak titeket. Momentum, Jobbik, ja igen, nem csak tüntetni fogunk kimenni mások tüntetéseire, hanem akciózni is fogunk. Tehát megint fogunk akciózni, hogy pontosan mikor és hol, arról már a tegnap kint levő Kossuth térieknek mondtam pár dolgot. Nyilván ilyenkor mindig figyelnünk kell, hogy mennyit mondhatok el, mennyit nem, mert egyrészt a számon egy ilyen terepkörnyezetben is több a puska mikrofon, mint a nyálcsöp, úgyhogy vigyázni kell. Másrészt meg nyilván a konkrét terv az csak egy fejben létezhet az enyém, így nem lehet beavatkozni és meghekkelni a mi rendszerhekkeléseinket. Úgyhogy fogunk akciózni is. No! És akkor... Nézzük meg, kezdjük el akkor a kérdéseket, meg az általát. Jó, látom itt a... Vannak visszajelzések a könyvvel kapcsolatban, hogy nagyon jónak tartják, akik olvassák. Köszönöm szépen. Ja igen, igen. Még egy dolog, volt egy poszt, amiben kiírtam, és az tényszerű, tehát én ezeket is figyelni szoktam. Igazából Orbán attól remeghet, hogyha az eddig szekértáborokba tömörült pártszimpatizánsok képesek átlépni a párthatárokon. És pontosan erről szólt ez a posztom, és tényalapja van, és gyakori tényalapja. Tehát mikor a Jobbikos a DK-s lájkolja és osztogatja, a DK-s a Jobbikost, amikor a Momentumos az MSZP-st is fordítva, akkor kezd rendben lenni ez a dolog. Akkor kezdik az emberek megérteni, hogy egy igazi prioritás van, ez az egy igazi prioritás, pedig ennek a rezsimnek az eltakarítása és a demokrácia helyreállítása. Ma, ha a demokrácia ugyanis helyreállt, akkor utána majd minden politikai erő versengve
normál körülmények között levívhatja a politikai, onnantól már nem élethalál harc, nem az ország pusztai megmaradásáért történő harc, hanem levívhatja a politikai harcot, és azt fog kormányozni, aki ehhez többséget tud szerezni. Lesz szabad média, amiben mindenki megmutathatja, hogy mit tud. Lesz kétfordulós szabad választás, lesz újra az alkotmányunk, lesz újra bírói függetlenség, a rendőrség megint a törvényeket védheti, és nem a törvényekkel szembeni multinacionális gengsztereket, mint az Orbán Viktor meg a haverjai. De addig ez a lehető legjobb út, ami történik. Ez a lehető legjobb út, amikor már a pártszimpatizánsok is kilépnek a saját puvárjukból, és azt nézik, hogy ki mit tesz, és nem azt, hogy ki kicsoda, és főleg nem azt, hogy ki kicsoda volt. Tehát ha én most abból indulnék ki, hogy miket mondott mondjuk 3 évvel ezelőtt a Jobbik, akkor soha az életben nem mennék és nem mozgósítanék egy Jobbik tüntetést. Nem, azt nézem, hogy a Jobbik most hol tart és merre megy. És mivel ezzel egyetértek, ezért támogatom. És ugyanez a helyzet az összes többivel, ugye? A legélesebb, ha úgy tetszik, ellenzéki kritikus a Gyurcsány Ferencnek én voltam. De elindult abba az irányba, ami ez ennek a rezsimnek a leváltásához vezet, tehát ahogy ezt észleltem, mentem is oda hozzá kezet fogni, láttad sokan ezt a konkrét gesztust, és azóta támogató. Mert az, hogy én egy Gyurcsánynak egy élő videóját fogom megosztani, ezt kigondolta volna akár egy éve. De amikor ott ültek a parlament lépcsőjén, természetesen azonnal megosztottam a falamra, hogy minél gyorsabban és nagyobb arányban terjedjen egy olyan tett, amivel maximálisan egyetértek. Na, tehát jó az irány. Úgy összességében, és érezhetően, szerintem ti is érzitek, hogy a rezsim, mintha kezdene fosni, és mintha az ellenzék kezdene erősödni. Most az ellenzéken persze mindenkit, aki a rezsim ellen van, így veszem. Tehát a civilektől kezdve a pártokon át mindenkit. Valahogy van a levegőbe valami. Van a levegőbe valami. Koskin Mihail, azért a jobbikosok közt vannak még gyurcsánygyalázók, szebb jövőtözők, meg biztos, vannak biztos, alufúria, sisakos, turbó magyarkodók is. Ez így nem van. Nem homogén módon eurokonform társaság, erről mit gondolsz? Ezt, tehát azt gondolom, hogy a Jobbik, mint párt, ugye egy párt azért nem azonos minden tagjával. Egy párt valamit képvisel, valamit hirdet, és ahhoz rengeteg ember csatlakozik, de azok az emberek önmagukban különbözőek. Azt gondolom, hogy a közös összetartó ereje mostanra a Jobbiknak már nem ez. Ezek az onnan kilógó, esetleg tolerálható, esetleg nem tolerálható egyéni magatartásformák. Azt gondolom, hogy az igazán elfogadhatatlan elemek azok a torockaiékkal együtt távoztak. Ezt gondolom erről. Talán még egyszer fontos lenne elmondani, hogy hova várod a könyvekre a jelentkezést, mert itt is van, meg ott is van. Ja, itt is van. Is. Bármelyik posztomhoz, tehát akár ehhez az élő videóhoz, látom itt Csonk Annától, akár a lentihez. Nem, itt én mindent végig fogok nézni. Jó. Ha írjátok, akkor én privátba az illetőnek már küldöm is át majd a bankszámlaszámot, úgyhogy ennyi, ide a bármelyik posztom alá írjátok, én azokat végig fogom nézni, ha privátba rám írtok, az is ugyanolyan jó, és nagyon köszönöm természetesen, hát ez... jó. Oké. Lássuk. Örülök, hogy ennyit őtöknek tetszik a dolog így az első olvasásra. Úgy csinálom, hogy minden szombaton felrakok újabb 50 oldalt a könyvből, és így elmegyek a feléig a könyvnek. Tehát ez egy 460-470 oldalas könyv, a feléig elmegyek a blogban, tehát mindenki meg tudja állapítani ennyi idő alatt, hogy érdemesnek tartja-e az elolvasásra, el tudja dönteni, hogy megveszi-e vagy nem, és nagyjából, ha ilyen tempóban gyűlnek az induló, a nyomtatáshoz szükséges adományok, akkor szerintem mire ezzel véget érek, már nyomdába is lesz a könyv, tehát nem lesz ott egy kiesés. Azt mondja, hogy
Ilona Rász, tisztelet a párodnak, amiért mindenben a párod. Nagyon szépen köszönöm. Az az igazság, hogy mi a forradalomban jöttünk össze. Tehát számunkra ez a forradalom már régóta tart. 2014. november 17-én a közfelháborodás napjára ment ki az Adri. Nekünk akkor már volt 3 hónapja sátrunk innen a Kossuth téren. Ott ismerkedtünk meg, akkor még csak harcostársakként, barátokként, aztán később közös akciókban. Ő volt a legbátrabb lány a csapatból, ő van a Washington Postnak a címlapján, amikor 2015. március 15-én a saját tömegén belülről ki lett fütyülve Orbán Viktor általunk, 50-ünk által életében először. Hát az Adri volt az, akit 6 fideszes csavargatott le föl jobbra-balra, de nem volt hajlandó elhallgatni. Úgyhogy aznap este ki is tüntettem a téren, a saját jelvényemet és kokárdámat adtam neki. Aztán később az már később volt, de társak is lettünk az élet minden dolgában, és roppant boldog vagyok, hogy hazaértem. Kacsingat itt rám, nem, mit csinál? Én is, jó, tudom, na. Lássunk akkor kérdéseket. Igen, itt van Zsuzsa Burján, és Zsuzsa, mennyi lesz a posta költség, azt is szeretné utalni. Azt szerintem várjuk meg, amíg a könyv konkrétan kiadásra kerül, ugyanis akiknek lehet, azoknak majd személyesen fogom átadni. Tehát nyilván a legegyszerűbb az lesz, hogy a pestieknek, vagy akik amúgy is vidékről rendszeresen járnak a Kossuth tériek közül, azoknak egyszerűen oda tudom adni a téren. Akiknek nem, ott elképzelhető olyan, hogyha egy városban mondjuk sokan vannak, mondjuk nagyobb városokban, Szeged, Miskolc, akkor fogom magam, és akkor 30-40 könyvvel a hónom alatt oda leszervezünk egy valamit, és lemegyek. Tehát szerintem ezzel még várjunk. Meglátjuk. Én szeretném ezt kézből kézbe, akinek csak lehet, akinek nem, ott meg már nyilván tényleg a postázás játszik, de az egy későbbi ügy, akinek csak lehet, kézből kézbe szeretném adni. Azt mondja, hogy Koski Mihály Lendvainál pont egy vezetőjük, képviselő is gyurcsányozott, meg szebbjövőzött. Elhiszem, ezzel együtt azt gondolom, hogy maga a Jobbik, mint párt már nem ezt képviseli. És ahogy össze kell érni, és szerintem összeérnek a dolgok, szerintem nem ez lesz a fővonal a későbbiekben is. Azt mondja, hogy Zsuzsi, Gábor, nekem minden porcikám irtózik a Jobbik ellen, még gondolkodnom kell rajta. Zsuzsi is egy abszolút terepharcostárs. Abszolút megértem. Hidd el, hogy nekem sem egy könnyű szitu ez, de ténylegesen, ha ezt a rezsimet le akarjuk váltani, a Jobbikra is szükség lesz, és ténylegesen azt kell néznünk, hogy mi az, ami összeköt, és per pillanat az a helyzet, hogy engem a liberális demokratát sokkal több dolog köt össze a mostani Jobbikkal, mint amennyi mondjuk Orbán Viktorékkal köt össze. Orbán Viktorékkal semmi se köt össze. A Jobbikkal összeköt egy alapvetően fontos szál, ez az, hogy helyre akarjuk állítani Magyarországon a demokráciát, és el akarjuk takarítani ezt a szargyülemet, amit Orbán rezsimnek nevezünk. És most csak ez számít. Amíg ezt meg nem tesszük, addig félre kell rakni mindent. Én nem leszek soha utána se a Jobbiknak szavazója. Akkor már viszont mérlegelhetem a múltját, vagy a bármit, de most ezt egyszerűen nem tehetjük meg. Természetesen a Kossuth térieknél ugye mindig ez van, hogyha valaki valamiben nem vesz részt, akkor nem vesz részt, tehát még csak mentegetőzni se kell, ő nem megy oda ki, a Kossuth térieknek azok az emberei, akik meg, tehát ez egy szabad sztori, ez egy mozgalom, itt nincs ilyen pártfegyelem, de ezeket a vívódásokat én levívtam magamban, meg kell lenni a demokrácia helyreállításának, és ugyanúgy nem fog menni a Jobbik nélkül, mint ahogy nem fog menni az MSZP nélkül, nem fog menni a DK nélkül, nem fog menni a Momentum nélkül, nem fog menni nélkülünk. Most mindenkinek mindent másodlagossá kell tenni, azt kell csak nézni, hogy ki az, aki,
a rezsim ellen megy, és milyen módon megy. Ha utcai ellenállással megy, már pedig azt teszi, ha keményen megy, és a köztársaságot akarja helyreállítani, akkor szövetséges. És akkor a többit félre kell tenni. Addig, addig. Mihály Koskin, Hartlepoolba mikor szervezel akciót, mert ide kapásból jön majd két könyv. Köszönöm szépen. Hartlepoolba megfogtak. Megfogtak. Tehát Hartlepoolba valószínűleg tényleg postán fog kimenni. Nem, illetve nem, ugyanis nekem nincs útlevelem jó régóta. De mivel hát fogtátok magatokat ti britek, és kiléptetek az Európai Unióból, ezért az én magyar személyigazolványommal nem tudok Angliába kimenni. Oldjátok meg gyorsan, hogy lépjetek vissza, úgyis látom, hogy a Brexit-tel most már nagyobb az elégedetlenség, mint a támogatás. Lépjetek gyorsan vissza az Európai Unióba, és akkor lehet, hogy a magyar személyigazolványommal ki tudok utazni, és viszek nektek. Jó, ez csak hülyeség volt, természetesen nektek postázni fogom. Rózsi, én is kérek. Nagyon szépen köszönöm, látom itt a falamon tömegével a könyv iránti érdeklődést. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Természetesen. Zsuzsa Arias Suzi, a szintén alapvető aktivistánk, ugye, na mindegy, szerintem ezt szabad elmondom neki, az a beceneve, mert hát azért egy apró termetű, de nagyon erős lelkű hölgyről van szó. Neki harci szúnyog. A Bece neve, amit a férje, a szintén kőkemény Béla, Lázár Béla adott neki, a cél szentesíti az eszközt, így van. Így van, most ez a helyzet. Tekintettel arra, hogy az Orbánéknak a célja szentesít számukra minden eszközt. Ezért tudják leuralni Magyarországot. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy a maffiával szemben, ha kell, akár maffia módszerekkel is. Ugyanez, István Tóth, ellenségem, ellenség a barátom, egyetértek. Oké, azt mondja Marika Szondi Györgyné, Gábor, ki az amerikai-magyar csoport, botrányos a Facebookon, halványi ledúztam, is bevallom. Nem tudom. Rengeteg Facebook csoport van, ilyen is, olyan is. Én egy párat ismerek közülük, amiket én fontosnak tartok. Azt mondja, ugyanez, Rácina, de nem az a lényeg, jobb vagy bal, a cél a fontos, egyetértek maximálisan. Azt mondja, hogy Györkös Attila, a torockaiék szerveznének Fidesz-ellenes rendszerváltó tüntetést arra is. Nem, ugyanis a torockaiék láthatóan arra mennek, hogy a Jobbikot szétverjék. A torockaiéknak ez, szerintem mindenkinek, akinek van már mozgalmi tapasztalata, az meg tudja ítélni, hogy kik milyen irányba mozognak. Én azt hiszem, hogy a torockaiéknak nem az a feladata, hogy a rezsim ellen menjenek, hanem inkább láttunk már a mi oldalunkon is ilyen szervezetet, az alkotmányos ellenállást, amelyiknek az a feladata, hogy a rezsim ellen menőket gátolják. Én úgy látom, hogy a torockaiék kifejezetten a Jobbik harabdálásában vesznek részt, és ez egyértelműen a rezsim érdeke. Azt mondjuk, Csonka, annak küldöd a bankszámlát privében, igen. Tikke Lajos, két példány is vagyok. Köszönöm. Horváth Ildi, mi történt? Az illemhely látszik. Azért, mert mögöttünk cica, van, de valójában az már cica illemhely. Cica szoba, igazából. Ott van a kis alomkája, meg az összes kis cuccocskája odapakolva a mindenfélével együtt. Úgyhogy igazából ez már, amin van a cica kaja, az a volt WC. De a saját vécénk máshol van. Most már asztal. Ez már a cicának a szerája itt. Igen. Azt mondja, hogy Rózsi, őt is ismeritek, hát a szintén picike ősz, és akkora lelke van, ő volt az, aki végig kiabálta anno a legelső oszlatásunknál a teret, még a rendőrök is csak néztek, mert ilyet még nem láttak, hogy demokráciát, Szilvási Rozália. Ő is könyv, hát természetesen örömmel, neked majd kézbe. Azt mondja, hogy Ildi, Pataki Ildi, hát őt is ismertek, meg a táborfőnök. Igen, természetesen, ahogy van, viszek. Peti Tom, Gatwickig Brightonig eljuttatjuk. Jó. Oké. Okay. Na, lássuk. Szépen. Nagyon köszönöm, hogy ennyire ők vagytok a dologra. Gulyásné Edit azt ajánlja, hogy vegyél egy teljesen új tollat, hogy győzd a dedikálást.
Megoldom. Azt mondja, hogy igen, Koski Mihály, a rezsim náci, utorockai náci, van még kérdés. Hát ezzel csendesen egyetértek, igen. No. Lássuk. Azt mondja, hogy Anna is azt mondja, Csonkarna, én sem szeretem a Jobbikot, de ha a cél egy, akkor tegyük együtt, mindenkire szükség van. Ugyanez, Gerendás, Éva, Judit, mindenkivel összefogás, én is így látom. Egyszerűen nincs más út, értsétek meg. Tehát nekem vannak a szívemnek kedvesebb politikai irányzatok. De ez senkit se érdekel, már engem se. Tehát, hogy majd kire szavazok egy demokráciában, azt majd el fogom tudni dönteni, ha kivívtuk a demokráciát. Nem szabad összekeverni az életnek a stádiumait. Tehát először szabaddá kell, fel kell szabadítanunk az országunkat. Ez egy békés, de igazából egy szabadságharc, amit mi folytatunk. És ha felszabadítottuk az országunkat, akkor utána a szabad országban minden demokratikus politikai erőnek helye van, és az emberek pedig, mivel lesz szabad média, ahonnan valóban tudnak tájékozódni, hogy mi a valóság, és nem egy csatornás agymosás megy, mint a szarházi patkánynak az országában, ott majd lesz szabad választás, és mindenki azt választja, aki az ő világnézeteihez, ízléséhez a legközelebb áll. De az egy későbbi stáció, először fel kell szabadítanunk az országunkat. Ha majd ezt megtettük, akkor majd újra fontosak lesznek az ennél cizelláltabb, finomabb kérdések, világnézet, a gazdaságpolitika, a társadalompolitika, de ott még messze nem tartunk. Az egy másik későbbi idő. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy látsz kérdést? Nem. Bankszámlaszámot kérnek, gratulálnak, stb., de nem. Oké. Nincs kérdés. Oké. Azt kérem, hogy ezt... De jó, ezt is már tulajdonképpen tök fölösleges kérni, mert már annyira összeszoktunk, hogy osszátok meg minél több, de már jelzitek itt magatoktól, senélkül, hogy mondtam volna. Tehát aki még esetleg nem, hogy magát az élő videót is terjesszétek, amerre tudjátok, amikor vége van, én is mindig föl szoktam tenni abba az egy-két oldalra, meg csoportba természetesen. Mondja, hogy... Ja. Györkös Attila, a 23-án a Bem térnél miért a Kunigunda utcához terelték a tömeget, miért nem a Kossuth térhez? Ez volt az ígéret. Az egy csúnya húzás volt, nem tudom, hogy azt miért kellett úgy csinálni. Eredetileg a civil parlament azért várta meg, tehát mi is úgy időzítettünk, a Kossuth tériek csapata, hogy a civil parlamentre átmegyünk, és addig hallgatjuk a szónokokat, amíg az el nem kezdődik. De elkapott egy olyan jelzést a Magosányi Árpi, aki a civil parlamentet szervezte, a bemtéri tüntetéstől hivatalosan, hogy nyugodtan várja meg a civil parlament a tüntetés végét, mert ott szólni fognak, hogy oda menjenek át az emberek. Ez elmaradt, helyette lett a Kunigunda utca. Mi, mivel szavatartó közösség vagyunk, nem rögtönöztünk a Kossuth tériek, mint láttátok is az egész napos folyamatos élő videókból, fogtuk magunkat és visszamentünk a civil parlamenthez, és amikor ott a legfontosabb dolgokat megbeszéltük, onnan aztán csapatostul meg hát különböző érkezési időpontra, mert ez nem volt az eredeti tervbe, átmentünk a Kunigunda utcába. Az egy csúnya húzás volt ilyenektől, azt kérem, akik ezt kitalálták, hogy azért tartózkodjunk. Fontos lesz, hogy az ellenzéki erők, a civilek, pártok, mindenki tudjon egymásban bízni. Igen. És azt gondolom, hogy az adott szó az ugyanannyit ér, mint a leírt. Okay. És ehhez tartsuk magunkat. Na,
Nincs más kérdés. Így van, Dósi, előbb érjük el a célunkat, rezsimtelenítés, majd ráérünk utána agyalni, csak már ott tartanák. Nem tudok más mondani. Igen, 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 maximálisan egyetértek. Azt mondja, hogy Lilla, alias Varga Pálné, szintén kőkemény aktivistánk, szólja fiatalokhoz, ők is jöjjenek ki a tüntetésre. Fiatalok, gyertek ki a tüntetésre! Szóltam a fiatalokhoz, természetesen nagyon örülünk nektek, de úgyis elkezdtetek jönni hozzánk az akcióink miatt. Meg fogunk felelni a várakozásoknak, novemberben csinálni fogunk akciót. Olyat, hogy megnyaljátok a 10 ujjatokat, abban biztosak lehettek. Jó, de már a szépkorú fiatalok, meg a középkorú fiatalok... Lelkében már fiatal mindenki. Persze, persze. Azt mondja, hogy... No. Hát úgy tűnik, hogy már a több kérdés nincs. Szerintem amiket én gondoltam volna megbeszélni... Igen, nézegettem csak, hogy van-e olyan, amire... Jó, tehát amiket fontosnak tartottam, és a felvetéseiteket is vettem, nem maradt ki szerintem olyan, amit ma meg kéne beszélnünk. Úgyhogy tudjátok, gyors ismétlés, november 6-án szakszervezeti tüntetés, ezt a szót Hon Gyulától tanultam, ő mondta mindig így egybe, hogy szakszervezet. Tehát tényleg így egyszerűbb kimondani, szakszervezet, úgyhogy most Hon Gyulásodtam egy pillanatra. Őt egyébként maradéktalanul tisztelem. Tehát szerintem az egyetlen egy olyan igazi miniszterelnök volt, akit utólag szerintem már mindenki úgy tekint, hogy ennek az országnak a legjobb miniszterelnöke volt a rendszerváltás óta. De most ez csak egy kitörő volt, csak ha már, akkor eszembe jutott a Hon Gyula. Na, szóval visszatérve a sztorira... Szóval november 6-án a szakszervezetek tüntetésén veszünk részt Kossuth tériként, november 10-én megyünk a Jobbik tüntetésére a Kunigunda utcához, november 16-án megyünk a Momentum tüntetésére a Szabadság térre, december 9-én csatlakozunk a Hadházi Ákoshoz, szintén Kunigunda utca, és majd megfelelő módon és pillanatban jelezve lesz, hogy lesz a Kossuth térieknek akciója, és természetesen a harmadik szombat, az mindig, ez 17-e, minden hónap harmadik szombaton a Kossuth tériek spontán és automatikusan találkoznak szombaton délután 3-kor a Kossuth téren. Aztán vagy csinálunk onnan is valami akciót, vagy ismeritek most már az új mondást, a baráti beszélgetés zászlókkal című történetet tesszük. Na, nagyon köszönöm nektek, hogy ismét ennyien velem tartottatok, azt is, hogy ennyire aktívan tartottatok velem. Köszönöm, hogy a könyvem iránt is ekkora az érdeklődés. Ez az írói lelkemnek is ez egy simogatás, ha úgy tetszik. Szóval köszönöm, egységbe és köztársaság!